A minimálbér bruttó összege jelenleg 111 ezer, a garantált bérminimum 129 ezer forint. A táblázat kiemelt részeiben látható, hogy a bérek emelése után a munkavállalók zsebében 11.072, valamint 21.446 forinttal maradt több havonta. A legtöbb szakszervezet egyelőre elégedett az emeléssel, ám a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint a vállalkozásoknak terhet jelent a több lépcsős béremelés. Erről Comba Csaba megyei elnök beszélt 35 perc című műsorunkban. Azok a cégek, ahol sok minimálbéres dolgozót foglalkoztatnak, vagy sok szakmunkást, aki garantált bérminimumon dolgozik, ez jelentős többletterhet jelent. Ugyanis, ha most csak a szakmunkás béreket veszük, 25%-kal fel kell emelnie minden dolgozójának a bérét, aki így dolgozik, ezzel szemben 5%-ot kap vissza. Ez jelenti, hogy 20% garantált emelést végre kell, hogy hajtson, ami neki többletköltséget jelent. Az árakban nem tudják érvényesíteni a vállalkozók, mert a piac annyira minden szakterületen, minden területen nyomott, hogy nem tudják most azt mondani, hogy emelünk majd árakat. Comba Csaba szerint sok vállalkozás nem tudja majd kigazdálkodni a kötelező béremeléssel járó többletterheket. Én kaptam egy levet egy megyei cégtől a napokban, aki elmondta, hogy egy 100 millió körüli vállalkozás, annak a éves bérköltsége az 60-62 millió forint, mert bérmunkát végeznek főként. Kiszámolták, hogy és a szakmunkások dolgoznak, olyan 21-dehány fő, kiszámolták, hogy nekik ez azt jelenti, hogy 10-12 millió forinttal meg fog nőni a bérköltséget. Adjuk hozzá 60-62 millió, tehát 72-74 millió forintos bérköltsége van a 100 millió forintos árbevételből. Gyakorlatilag nem tud fejlődni, nem tud tovább lépni, mert egyik költsége is vannak, amit ki kell neki fizetni. Azt mondta, hogy valószínű, hogy le kell, hogy építsem, vagy nem tudja, hogy mit fog csinálni, vagy bezárja a céget, engem megkeresett ez a cégvezető. Tehát elég sok vállalkozás kerül majd ilyen helyzetben, gondolom még az országba, aki nem tudja majd kigazdálkodni és érvényesíteni ezt a plusz terhet. A VOSZ megyei elnöke hozzátette, ők is szükségesnek tartják a béremelést, ám nem ilyen mértékben és gyorsasággal képzelték el.